Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket! Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy sikerrel zárt az idei Fehova kiállítás. A Hung Expo budapesti vásárközpontban 55 ezer látogató volt kíváncsi a Kárpát-medence legjelentősebb fegyver, horgász és vadász rendezvényére, amelyre 17 ország 274 kiállítója hozta el kínálatát. A kiállítás megnyitóján írták alá a 2021-es Egy a természettel nemzetközi vadászati és természeti kiállítás, vagyis a vadászati világkiállítás együttműködési megállapodását, és itt jelentették be, hogy a Hung Expo a következő években körülbelül 50 milliárd forintból újul meg. Erről szól mai műsorunk. Számítunk megtisztelő figyelmükre! A kiállítás megnyitóján a Hung Expo vezérigazgatója kiemelte, hogy a Fehova a Kárpát-medencei magyarok valódi találkozó helye, hiszen itt a vadászok és a horgászok elmesélhetik egymásnak élményeiket. Sok kiállításunk van, de egyik sem annyira közösségi, mint a Fehova, ahol a kiállítót és a látogatót ugyanaz az érdek mozgatja, ugyanaz a szenvedély fűti. Igen, a szenvedély. Nem vitatom, hogy bármilyen más tevékenységhez kapcsolódhat hasonló szenvedély, mint a vadászathoz vagy a horgászathoz. Lehet szenvedélyesen például traktor gyártani, utazást szervezni vagy házat építeni, hogy csak néhány példát említsek. A különbség azonban az, hogy vadászni, horgászni csak így lehet, szenvedéllyel. Nincs talán más közösség, amit ilyen erősen kovácsolna össze, a közös szenvedély. Végül megtaláltam a harmadik magyarázó elemet is, a Fehova, ma már a Kárpát-medence legnagyobb hasonló rendezvénye, ha úgy tetszik, igazi, magyar-magyar csúcs találkozó. Felvidéki, kárpátaljai és erdélyi látogatók sokasága osztja meg jelentős részben a magyarországi vadászatokkal közös vadászati élményeit. Külön öröm számomra, hogy a kormány is felismerte ennek a közösségnek a jelentőségét. 2021-ben a Hung Expo is helyszínt ad a 21. század egyik legnagyobb magyarországi rendezvényének, az Egy a természettel vadászati és természeti kiállításnak. Nagy István agrárminiszter a kiállítást megnyitó beszédében kiemelte, hogy a vadászat és a horgászat szeretete, művelése, viselkedés kultúra is életforma is egyben, melynek alapja az önként vállalt felelősség és a természet rendjének tisztelete, ezért büszkék lehetünk azokra, akik ezt a hasznos elfoglaltságot művelik, majd így folytatta. Ezek a tevékenységek hagyományaink fontos részei, amelyek nem csak kikapcsolódást és sportolási lehetőséget kínálnak, hanem komoly szakmai és gazdasági tevékenységet is jelentenek. Éppen ezért az Agrárminisztérium minden eszközével és erejével támogatja a fenntartható vadászatot. Jelentős újításunk, hogy olyan rendelkezéseket vezettünk be, amelyek lehetővé teszik a tájegységi határok módosítását. Szintén új rendelkezésünk, hogy a vadászati hatóságoknak az idei vadászati év során a még le nem járó üzemtervű vadászterületek határára vonatkozóan is le kell folytatni az általános eljárásrend szerint a határok megállapítására, valamint az új földtulajdonosi közösségek és vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokat. Ezzel országos szinten is egységessé válik a vadgazdálkodási tevékenység a 2037-ig tartó üzemtervi időszakra nézve. Az új szabályozás révén a jövőben előtöltő fegyverrel is folytatható társas vadászat, illetve a vadászvizsga megszerzésekor kötelező lőgyakorlat és vizsga alól a kizárólag íjjal, ragadozó madárral vagy a magyar agárral vadászok mentesülhetnek. Szintén idén lépett hatályba az a rendelet, amely megfelelő jogszabályi környezetet biztosít, hogy a magyar vadgazdálkodás fejlesztésére közvetlenül felhasználható bevételek ezek növekedhessenek. Tudom, hogy ezek a változások mennyire fontosak önöknek, és ezzel együtt minden magyar ember számára is, hiszen ahogy Jókai Mór fogalmazott, a vadászat szenvedélye ragadós. Én még nem ismertem embert, akinek a mulatsághoz ellenszembe lett volna, és közös ez az gyermekekkel, úgy, mint a vénekkel és a nőkkel, mint a férfiakkal. Úgy gondolom, hasonlóan éreznek a több mint 500 ezer fős horgásztársadalom tagja is. Ez is egy olyan különleges tevékenység, amely nagyon könnyen lebilincsel minket, és kortól függetlenül izgalommal tudunk a vízparton a kapásra várni. Persze, a vadászathoz hasonlóan a horgászat is sokkal többről szól, mint csak erről.
A horgászat, mint rekreációs tevékenység a járulékos szolgáltatások igénybevételével együtt összességében 100 milliárdos nagyságrenddel járul hozzá a hazai GDP összegéhez. Örömteli, hogy számos intézkedésünk kapcsolódik az ágazat fejlesztéséhez, amelyek az eddigi tapasztalatok és visszajelzések alapján sikeresek. Az idei évtől kezdve a horgászokmányok állami díjai közvetlenül a horgászszövetséghez kerülnek. Így a horgászat fejlesztésére forgathatók vissza. Szintén ettől az esztendőtől kezdődően ingyenes a horgászvizsga, amely már 10 éves kortól letehető. Lehetővé vált, hogy egyes vizeken akár 3 bottal is horgászhatunk, és egyszerűsödik a horgászversenyeknek a szervezése is. Szeretnénk, ha gyermekeinket is magával ragadna ez a szenvedély, és ez a máshoz nem fogható időtöltés, ezért a kisebbek már horgászokmányok nélkül is kipróbálhatják a horgászatot a MOSZ által koordinált szakkörökön, horgásztáborokban. Magyarországon szerencsés helyzetben vagyunk, mivel az élőhelyi adottságoknak köszönhetően vad és halállományunk nem csak mennyiségében, hanem minőségében is páratlan értéket képvisel. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek olyan erőforrások, amelyek komoly odafigyelést és munkát igényelnek. Ezt az értékmegőrző feladatot végzik az állami erdőgazdaságok. Tárcánk az állami erdőszeti és társaságok természetvédelmi és közjóléti programjait kiemelten támogatja. A társaságok 2014-18-as időszakban közel 5,9 milliárd forintot fordítottak az új közjóléti objektumok létrehozására, valamint meglévő létesítmények megújítására és bővítésére is. Jelenleg mintegy 2000 szabadon és díjmentesen látogatható erdészeti közjóléti létesítmény szolgálja országszerte az erdőben pihenni, felüdülni, kikapcsolódni, sportolni vágyókat. Ez a kiállítás is alkalmat ad nekünk arra, hogy az állami erdészeti társaságok társadalmi szerepvállalását minél szélesebb körben is bemutathassuk, ezzel is hozzájárulva az erdészakma presztízsének a növeléséhez. Kívánom, hogy mindaz a szaktudás, inspiráció és élmény, amelyet ma kapunk, megsokszorozódva éljen tovább bennünk egész évben. Dolgozzunk közösen a természet és az ember harmóniájának megteremtésében. Jó munkát, jó szórakozást kívánok mindjártnak. Köszönöm szépen! 2021-ben Magyarország vadászati világkiállítást fog rendezni, és az előkészítő munkálatok már javában folynak, mondta beszédében Kovács Zoltán, a miniszterelnökség államtitkára. A kormány a tegnapi ülésén döntést hozott arról, hogy 50 milliárd forint körüli összegben elindítja a Hung Expo területének teljes megújítását. A fenntarthatóság a 21. század követelményei és Budapest, mint vásárváros követelményeinek a fényében született ez a döntés. Az 50 milliárd forint az egyébként a következő 2-3 évben megvalósuló és az azon túl megvalósuló nemzetközi és világszínvonalú rendezvények infrastruktúrális és logisztikai feltételének biztosítására fektetjük itt a Hung Expo-n be. Ez egy olyan befektetés, amely reményeink szerint nem csak évekre, hanem évtizedekre meg tudja határozni nem csak a Hung Expo, hanem Budapest életét is. Nagyon komoly nem csak vásárvárosi, hanem turisztikai célokat szolgál, és minden egyéb tulajdonképpen ehhez rendelve vagy ehhez kapcsolódva fog megvalósulni a Hung Expo-n, a Hung Expo környékén, vagy éppen azon világkiállítások, nemzetközi rendezvények formájában, mint például az Eucharisztikus Világkonferencia, vagy éppen a 21-ben rendezendő vadászati világkiállítás. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök helyettese a kiállítást megnyitó beszédében kiemelte, hogy ahhoz, hogy a magyar vadgazdálkodás és vadászati kultúra egykori szép fényében tündököljön, a szakmának és a kormánynak 5 fontos intézkedést kell meghoznia. Az első a fegyvertörvénynek az ésszerűsítése volt, hiszen a vadászokat, a sportlövőket, a fegyvergyűjtőket értelmetlenül vegzáló, végtelenül bürokratikus rendszer volt, amit sikerült ésszerűsíteni, a bürokráciát lebontani, és ma egy életszerű, a józan észen nyugvó fegyvertörvényünk van. A második kulcsfontosságú lépés volt a vadászati törvénynek az elfogadása, és büszkeséggel mondhatom, hogy ma Európa, és talán még ennél szélesebb értelmet is megkockáztatnék, mindenesetre az biztosan mondhatom, hogy Európa legjobb vadászati törvénye, nem véletlen, hogy Magyarországtól Csehországig elkérték a szöveget, és példaképpen szolgál a magyar vadászati törvény.
A harmadik kulcsfontosságú dolog volt az országos magyar vadászkamarának a szerepének a biztosítása. Itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy cirka egy évtizeddel ezelőtt még az is kérdés volt, hogy egyáltalán megmarad-e a vadászkamara, hiszen befejezett tény volt, hogy az agrárkamarába beolvad. Utolsó pillanatban tudtam onnan kirántani. Ahhoz képest most soha nem látott forrásokkal tud gazdálkodni a kamara. Az állam a vadászengedélyek, vadászjegyek tekintetében biztosította azt, hogy a korábbi 50%, ami az államnál volt, 50% a kamaránál, ez 100%-ban a kamarához került. A külföldiek tekintetében is 100%-ban. Ez azt jelenti, hogy több milliárdos vadgazdálkodási alapot tudott létrehozni a kamara, és elnök úr vezetésével a magyar vadgazdálkodásnak egy olyan támogatást tud adni, elsősorban különösen az apró vad területén, ami kulcsfontosságú a magyar vadállomány védelme és megőrzése és fejlődése szempontjából. Nagyon fontos volt negyedik pillérként a megállapodások, elsősorban a CIC-vel, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanáccsal, aki a világkiállításnak a szakmai felügyeletét is ellátja, ugyanúgy, mint 71-ben. Itt a Magyarország Gyűlés is kivette a részét, ebből a megállapodásokat aláírtuk és működik. Nagyon nagy jelentőségű volt a MOHOSZ-szal való megállapodás. Megjegyzem, akkor azt mondták, hogy az irreális, amit ígértünk, hogy a természetes vizek horgászkezelésbe kerülnek. Jelentem, ez is megtörtént. Nagyon helyes. Én akceptálom 300 halásznak a szempontját, de még jobban akceptáljuk 450 ezer horgásznak a szempontját. És nem helyes, hogyha hústermelési célú ipari halászat van természetes vizeken, arra ott vannak a halastavak. Nagyon helyes, hogy az ország természetes vizeit horgászkezelésbe adtuk. Ebből is látszik, hogy milyen jó, hogyha velünk megállapodást köt valaki, például a MOHOSZ. Nagyon fontos volt a természetvédőkkel való korrekt megállapodás, bebizonyosodott, hogy igenis tudunk közösen dolgozni, és a vitákat a józanész alapján bölcs kompromisszummal meg tudjuk oldani. Magam is elkötelezett vagyok számos kérdésben, például a túzok program tekintetében, és ebből a megállapodásból is látható, hogy mind a vadásztársadalom, mind pedig a természetvédők jól jártak, a védett és a vadászható vadfajok javára vált ez a megállapodás. És helyre kerültek a dolgok azáltal, hogy a belügyminisztériummal, az agrárminisztériummal, az igazságügyminisztériummal, sőt, most már a honvédelmi minisztériummal is megállapodásra jutottunk. Következésképpen minden, ami a vadászat ügyeit érinti, az államigazgatási szempontból csak úgy kerülhet a kormány elé, vagy csak úgy lett belőle miniszteri rendelet, hogy a kamarával és a védegylettel egyeztetve van. És így jutottunk el a következő, és ilyen szempontból talán utolsó előttünk álló nagy feladathoz, a vadászati világkiállításnak a megrendezéséhez. Erdélynek és a Székelyföldnek is fontos szerepe lehet abban, hogy 2021-ben egy sikeres vadászati kiállítást lehessen szervezni az anyaországban, hiszen nagy vadban az erdélyi erdők kimeríthetetlen értéket mutatnak. Itt van vaddisznó, szarvas és a medvékről nem is beszélve, hiszen talán itt Erdeinkben érzik magukat a legjobban, és szép számban szaporodnak is. Évente itt vagyunk a Fehován, van amikor kiállítóként, van amikor csak úgy egyszerű szemlélődő vendégként, mint most is. De hát ez fontos alkalmak, mert hát itt a lehetőség, hogy ilyen koncentráltan egy helyen lehet találkozni egy csomó jó baráttal, meg olyan potenciális partnerrel, akikkel vagy természetfilmkészítésen törjük a fejünket, vagy egyéb hasonló projektekben gondolkodunk. Ja, általában mindenki a szakmából itt van, és akkor ez egy jó alkalom, hogy akkor itt egy helyen viszonylag rövid idő alatt sok baráttal tudunk találkozni. A Székelyföld az egy természeti kincs, egy vadas park maga az erdő is, de mindenféle kínjával, bajával, a medvékkel, a vaddisznókkal, meg a kártétellel, ezzel hogy tudnak megküzdeni? Hát az igazság az, hogy ezzel elég nehéz megküzdeni, mert Romániában közismerten a politika nagy része kerüli a szakmát. Illetve hát, hogyha valamilyen témához neki is fog, akkor az általában nem a szakmai oldalon közelíti meg, hanem politikai érdekek mentén közelíti meg.
Na most a medvével és általában a romániai vadászattal ez egy ilyen helyzet. Most én a hirtelen végig gondolok, hogy az utóbbi 25 évben hány szakember volt például a Környezetvédelmi Minisztérium élén, akkor ott rá lehet jönni hamar arra, hogy ott jogászon, közgazdászon és mindenféle, hogy mondjam, idézőjelbe tetten hozzáértő emberen túl igazi szakember nem igazán volt a minisztérium élén. Tehát minden olyan döntés, ami például az, hogy most akkor egyszerűen betiltjuk egyik napról a másikra a medvevadászatot, vagy az, hogy betiltunk egyik napról a másikra általában valamilyen vadászatot, ezt nem előzi meg egy komoly szakmai munka, hanem általában vagy az van, hogy valamelyik zöld szervezetnek sikerül például a minisztert, vagy a miniszter környezetét olyan módon befolyásolni, akkor egyik napról a másikra születik egy döntés, amiből aztán abból elég nehéz visszatáncolni, hogyha rá is jönnek, hogy akkor ez egy picit elhamarkodott volt, vagy talán nem is volt itt az ideje. A medvével is szerintem hasonló a helyzet, tehát azért nem belátni egy annyira medvés országban, így mondva, hogy medvés. Tehát annyira medvés országban, mi Románia, nem belátni azt, hogy ott alapvetően nem az a lényeg, hogy vadászunk vagy nem vadászunk medvére, hanem a lényeg az, hogy nagyon komoly állattenyésztési szabályok szerinti vadgazdálkodást kell végezni, mert az csak az egyik probléma, hogy folyamatosan nő a medve állomány, a másik probléma az, hogy az állomány növekedésével együtt folyamatosan romlik az állomány, mert ahelyett, hogy nagyértékű példányok lennének a rendszerben, vagy az állományban, egy csomó gazdaságilag szinte értékesíthetetlen példány, de amelyik rengeteg kárt képes okozni terményekben, vadállományban, házi állatok állományában, stb. Tehát ez Romániában egy általános jelenség, hogy a szakmaiságot félretéve nagyon könnyen hoznak meg olyan politikai döntéseket, amiből nehéz visszatáncolni, és a medve történet az egy ilyen történet sajnos. A medve évezredek óta él együtt a székely emberrel, de amint hallották, a vadászok és a politikai vezetők arra törekednek, hogy az embereknek, gazdálkodóknak ne csak kárt okozzanak, hanem gazdasági előnyt is jelentsenek. Vidéken lakó emberek nem elsősorban vadászatból élnek, hanem gazdálkodó emberekként szeretnének tovább is élni, mint ahogy éltek néhány száz vagy ezer esztendőn keresztül. Éppen ezért a nagyon erős zöld, vagy néha egészen sötét zöld mozgalmak nem szolgálják ezt a békés egymás mellett élést, habár az tény és való, hogy a vadászat nélkül Erdély majdhogy nem elképzelhetetlen. Erre rengeteg korabeli nagyon fontos dokumentum van, hiszen kezdve az Apor Metamorphosis Transylvaniae, csak az egyik ilyen alapmunkát említsem, vagy hát Újfalvi Sándornak a vadász írásai, amik a vadászirodalom talán legelső irodalmi rangú visszaemlékezései is. Hát ezek mind azt bizonyítanák, hogy Erdélyben mindig a gazdálkodás mellett a vadászat nagyon jól megélt, és az, aki ezt a két hosszú múltra visszatekintő emberi tevékenységet megpróbálja egymás ellen hangolva, egymás ellen kijátszani, az rossz úton jár, és rossz útra akarja vinni azokat is, akik ezekben a dolgokban még otthon szeretnének lenni. Milyen a kapcsolat a magyarországi és az erdélyi vadászok között? Itt vagyunk a Fehován. Hát én úgy gondolom, hogy, és itt megint nem feltétlenül kell történelem ismerője legyen az ember, hogyha azt mondhatom, hogy az erdélyi vadászat az szerves része az összmagyar vadászatnak, és így volt ez mindig, hiszen a nagyvadvadászatok, kezdve ugye Nádler Herbertől, vagy azoktól, akik hát itt vadásztak, mondjuk a máramarosi szarvas, az mindig egy fogalom volt, de a fogarasi javasok zergéi is fogalom volt, vagy fogaron volt a vaddisznó, illetve nagyvadvadászat. Apró vadba soha nem álltunk úgy, mint az alföldi részek, de hát mondjuk ma a nem egészen erdélyi dolgokat ismerők azt mondják, hogy Erdély. Hát a Párciumban lévő azért volt apró vadvadászat,
ugyanúgy, ahogy a Bánátban is nagyon komoly apróvadas területek voltak. Tehát én most annak attól eltekintve, hogy természetesen, hogy magyar emberként, erdélyi magyar emberként azt mondom, hogy a erdélyi vadászat nem lehetett meg a magyarországi, a történelmi magyarországi hivatkozások nélkül, és hát azért most is nagyon sok magyar ember vadászik Erdélyországba vagy egész Romániába, tehát még mindig úgy érzem, hogy részei vagyunk a vadászatnak. Hogyha picit a szűkebb területeire térnék vissza, az én magam elfoglaltságaira, hát az erdélyi kopónak nem véletlenül erdélyi kopó a neve, és ezt azért még mindig nagyon, nagyon érzékeny terület, amit védeni kell, és azt hiszem, hogy ebbe közösen kell megtennünk mindazt, amit lehet, magyarországi vagy erdélyi vadászembereknek, kutyás embereknek. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba, a jövő héten is számítunk megtisztelő figyelmükre, a viszontlátásra.